német reneszánsz tánc következik, Álmán. Shall we learn?
szól, mert sokan nem is tudják róla, hogy amellett, hogy szerette a nőket, szerette a lakomát és a jó barátokat, és nagyszerű király volt, államférfi, politikus, mellette milyen nagyszerű zeneszerző is volt. Következő számunk, és ez most az utolsó, előtti lesz, mert látom, nagyon szeretnének táncolni a felnőttek is. Ez a táncunk szerepelni fog a táncházban is, úgyhogy el lehet már előre képzelni, hogy milyen lelkesen fogunk szökkenni erre a 16. századi reneszánsz táncra, Prince de Champagne. És még ezt szoktam mesélni, hogy Franciaországban származik, ahol a szerzetesek nem főzik a pesgőt, hanem készítik. Látszik, hogy nagy pesgőjú vagyok. De még azt mondom, hogy főzik a pesgőt, de nem készítik. Thank you.
rendesen, mintha jól tudom, hogy akkor a táncházban is fogjuk játszani. Nem. Ezt nem. Majd meglátjuk, táncmesterünk lesz majd Éhes Csaba, bemutatom akkor az együttest, ahogy ígértem. Varjas Kéri Alita cselló és ének. Hartos Virág. Ezt én kezdem. Pont kérdés.